A középkori bazilika eddig nem látott köveinek titkai tárultak fel a látogatók előtt pénteken a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban. Az érdeklődők a nagy közönség számára jelenleg még nem látható kőtöredékeket tekinthettek meg, valamint számos építészeti érdekességet hallhattak Bartos György művészettörténésztől. Nem csak a látogatók, szakemberek is sok darabról, ezek közül az itt most együtt látható faragványokról nem tudtak, elfeledkeztek, a raktárak többszöri költöztetése során elhányódtak egymás mellől, és ezt a rendezés során sikerült összeállítanunk. Ennek a több évtizedig folytatott rendezési munkának a részleteiről gondoltuk, hogy itt majd beszélünk, beszámolunk a látogatóknak, az érdeklődőknek. A résztvevők megnézhették az alaksorban méltó módon elhelyezett több ezer kisebb, nagyobb kőmaradványt is, amelyek elemzése részben még most is zajlik. Az esemény a Múzeumok őszi fesztiváljához kapcsolódóan valósult meg, amely évről évre nagy népszerűségnek örvend. Székesfehérváron is, ahogy többi múzeumban is, minden évben megrendezésre kerül a Múzeumok őszi fesztiválja, és ezek ilyen nyitott programok, ahol bárki részt vehet és megnézheti a kiállításokat, és így beleshet úgymond a múzeum hátterébe. Idén is erre próbálunk kicsit sor keríteni, hogy akkor itt a raktár lesen így hátul megnézzük a múzeumot és a hátterét ennek, így hozzáférhetővé tegyük a múzeumot. A programsorozat tovább folytatódik, majd lesz meseelőadás az egykori bazilika kövei között, valamint múzeumpedagógiai bőrzére várják az érdeklődőket.